2016 őszén tulajdonképpen az állomány 35%-át veszítettem el. Ez azért elég markáns veszteség ahhoz képest, hogy 5%-ot szoktunk mondani arra, hogy ez egy normális téli veszteség. Egyértelműen atka fertőzöttségről volt szó. A problémát az okozta számomra, hogy előtte van években az a technológia, amit addig használtam, az megvédte az állományomat. Most pedig nem, tehát konvencionális szerekkel védekeztem. Többféle szerre védekeztem, tehát mindenféleképpen változtatni kellett. Azon az őszön kaptam kész ez az Omménak a kiadványát, ezt a mély egészségügyi ismeretek külföldi szemelvények alapján. Abban olvastam az árkázásról, ezt olasz méhészek alkalmazták kísérlet szintjén. Akkor tulajdonképpen ezt ki akartam próbálni, és már következő ősszel ugye kísérleti családokat csináltam, és zárkáztam az anyákat. Teljesen kizártam a konvencionális szereket a kaptárakból, tehát csak oxász, savszublimálással védekezek. Gyakorlatilag már a tavalyi ősszel már állományi szinten történtek a lefogások. Országszerte körülbelül egy 500 családnyi, ez amiről biztosan tudok, és amiről lett írva újságba. Abban is biztos vagyok, hogy ez a technológia úgy alakul, hogy háromszor lehet nagyon biztosan írtani atkát. És a ti családokat megcsináltam, azt egyedül csináltam meg, ugye hat családdal. Kollégám segített az árkát gyakorlati módon megcsinálni, de következő évre, mikor kiteleltek a méhek, tehát ez látszódott rajta, hogy működik a dolog, ki lett rá dolgozva egy atkaírtási szisztéma, amit mondhatok, hogy ez az enyém, tehát hogy háromszor lehet az árkázás ideje alatt előtt és utána úgy atkát írtani, hogy gyakorlatilag nincs lehetőség az atkának elbújni a fiasítás. Nagyon fontos dolog, hogy ha már a környezetünk vegyszereket használ, akkor mi legalább ne öntsünk mérget a kaptárba. Gondolom, hogy az anya az most fölülről ránézve, körülbelül ez a 3-4 kereten, mert még most 4-5 keretben is gondoznak fiasítást. Változik, eltolódhat jobbra-balra a fészek helyzete. A lényeg az, hogy az anya az ősszel 90-95%-ban mindig a fias kereten van. Fontosnak tartom azt elmondani, hogy aki felső keretlécre applikálja fel a zárkát magát. Ez nagyon fontos, hogy távtartót rakjon rá, hogyha összenyomja a két keret közé, akkor nem fognak tudni bemenni az anyához a dolgozó méhek. Tehát nem fogják tudni gondozni, összeszorítja a léptel.
technológia körülbelül három alappillére épült fel. Az egyik rész, ami nagyon fontos, az anyazárkázása. Tehát ez fogja biztosítani számunkra azt, hogy biztos fiasításmentes legyen az állományunk. A másik nagyon fontos alappillér a szublimálás az én számomra, mert gyakorlatilag most ez az egyik leghatékonyabb módszer az otkaírtásba, ami konvencionális szerep nélkül történhet. A harmadik az pedig az, hogy háromszor tudjuk leírteni az atkánkat olyan állapotban, hogy az atkák nem tudnak elbújni. Én úgy gondolom, hogy ez a technológia lényege.